Hátrányból fordítva az Intert győzték le a döntőben négy 1 és ezzel elhódították a Budapest kupát a pénzügyőrese futbolistai. A patinás csapat egyébként a bajnokságban az MB3 felé igyekezne, a sikerről és a klubról beszélgetünk, Nagy József szakmai elnök helyettes, Vatai Attila edző és Gyürki Gergő játékos hárman a stúdióban. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt. Gratulálok! Itt van a kisebbi kupa, amit meg lehet majd tartani. Mit jelent a klub életében ez a, ez a siker, ez a kupagyőzelem? Nagyon éheztünk már egy ilyen komoly sikerre. A labdarúgásunk ugyanis a 70 években magasabban szárnyalt, a csúcs az MB1-b volt, sőt ott vezettük is 72 szín a tabellát, Azóta hosszú utat tettünk meg, és nagyon átalakult nálunk a labdarúgás, az egész klub is, de nem csak nálunk, az egész magyar labdarúgás is átalakult. Nagyon nehéz összevetni ma már ezeket a korszakokat, ez egy fényes siker, és nagyon vágytunk már egy ilyenre. Na erről a hátországról még beszélgetünk itt. Azt nézzük, hogy milyen volt, volt-e nagy ünneplés, és volt-e anyagi jutalom, hogyha kicsi is? Nálunk anyagi jutalom az nem az elsődleges. Lesz a csapatnak jutalma, ezt már a klub vezetés elkezdte tárgyalni. Azt gondolom, hogy itt ennek a csapatnak a legnagyobb ereje az a közösségi szellem, ami köztük van. Minden pillanatban fel tudnak állni, erőt tudnak meríteni, és mi ezt a közösségi szellemet szeretnénk tovább erősíteni a különféle juttatásainkkal is. A mi játékosaink azt gondolom, ez, ezt érzékelik, hogy a, a klub nagyon szereti őket hiszen a NAV-nak is például az egyik elnök hetese, kint, kint volt ezen a meccsen is. Ez a pénzügyőr több szakosztályt működtet nem egyet, nem kettőt. Hol helyezkedik el, mennyire fontos ebben a rangsorban a futball? futball az a minden ö, nagy klubnál a legfontosabb szakosztályok között van. A pénzügyőr jelenleg 14 szakosztályban körülbelül 20 sportággal foglalkozik. Nemrégiben a röplabdázóink voltak itt, amikor megnyerték az mb 2 t akik most az ötödik helyért játszanak rögtön az NB1-ben az első évükben, férfi röplabdában. Azt a tenisben is nemzetközi porondon vagyunk, és a sakban is a legmagasabb osztályban játszunk. Kézilabdában ö, vannak csapataink, nőibe, férfibe, ö, és különféle szabadidős jellegű tevékenységben is nagyon sokan vagyunk, de amire nagyon büszkék meg hogy nagyon sok gyereket foglalkoztatunk, közel 500 gyerek dolgozik a különféle szakosztályokban. Na nézzük kicsit ezt a kupagyőzelmet. Ha azt nézzük, Attila, hogy út döntőig, akkor azért azt lehet látni, hogy ez a számokra egy gólzáporos menetelés volt. Ha jól számoltam, akkor itt 32 találat. Ez egy megalkulás nélküli támadó futbalt mutat általában is a bajnokságban, mint stílus? Igen, mondhatjuk ezt mindenképpen, átalakultunk 2013 óta, ugye az MB3-ból való visszasorolásunk egy, egy új kezdeményezést jelentett, egy támadó futballt, támadó típusú játékosokat is igazoltunk ehhez, és igen, a kupába is így indultunk, ugye egy kis csapattal kezdtünk, utána jöttek a volt MB3-asok, a Rafc és a Budafok, és végül a a kis elleni elődöntő adta meg nekünk azt a lehetőséget, hogy a döntőben megmutathassuk magunkat. Gergő mikor jött meg igazán az étvágya, amikor azt mondtátok már játékosok, hogy meg kellene, sőt, meg lehet nyerni ezt a kupát? Úgy gondolom, még a sorozat megkezdése előtt. Ugáltunk. Már akkor ez volt a cél? É, igen, így igaz. Uh -huh. úgyhogy a vezetőség részéről is egy elvárás volt, és számunkra is egy óriási uh, siker kapuja, úgyhogy be tudtunk lépni, nagyon örülünk neki és megpróbáljuk megnyerni a másik porondot, a bajnokságot is. A Csepeli döntő előtt mennyire tartottatok az ellenféltől, az internacionálétól? Nem ismertük az ellenfelet, számítottunk rá, hogy egy agresszív futballt fog ellenünk használni, fizikális forényét próbálta kihasználni a csapat. Szerencsére megbirkóztunk vele, és megtaláltuk a játékunkat a második féldőre, és magunkmal már tudtuk hajtani a vizet. Hát igen, volt fordulat a mérkőzésben, és az előzetes óvatosság jogosnak tűnt, mert ugye cserékkel kellett változtatni, éppen Gergő is áldozat volt, ilyen értelemben, miért kellett változtatni? Van az úgy, hogy más karakterű játékosokat kell föltenni a pályára, Gergő az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta másokkal egyetemben, de akkor olyan típusúak kellettek, akik egy kicsit bátrabban vállalják fel az egy az egyet, beindulnak a mélységbe, és a Tóth Zsombor, aki csereként érkezett, ugye két gyönyörű góljával igazolta is ezt. Hát az edzőt igazolta, a jó cserélt bejöttek a húzásai. Mi döntött végül is az a, ez egy fölényes győzámlet, lett, mi döntött, mennyivel jobb ez a pénzügyőr a döntő alapján az ellenfélnél? Én úgy gondolom, hogy jobb, ezt azért mi... Hát van osztálykülönbség. Igen, azért osztálykülönbség is van, azt tudni kell azért, hogy az Inter úgy került a, a Blasz 2-be, hogy tavaly 22 pontot levontak tőlük, hibáztak bizonyos tevékenységekkel, úgyhogy ők ott lennének most a Blasz egy dobogójáért harcolnának, hogyha ez a malőr nem jött volna közben. Én úgy gondolom, jobbak voltunk, és ezt igazoltuk is előzetesen, is, ez várható volt. Most azt nézzük meg, hogy itt egy amatőr álló csapatról van szó. Mi mégis a megtartó ereje a pénzügyben. Azt gondolom, ez a múlt az a múlt, amiből mi építkezni tudunk, és amit a jövő alapjának is tekintünk, hiszen nagyon erősen építünk az utánpótlásra, teljes vertikum, minden korosztályban vannak csapataink, és a felnőtt csapat fölött is vannak old boys, és öreg fiúk csapatunk is van, női csapatunk is van, ebből építkezünk, abból a közösségi szellemből, amit a győzelem után az a kép mutatott, amikor a fiúk hosszasan elénekelték a pénzügyőr himnuszt. Nem tudom, hogy hány klubnak van jópás trófás himnusza, amit a játékosok fejből tudnak, de ez a csapat megtanulta becsülni ezt a himnuszt, és annak a szellemében is játszott. És óriási volt hallgatni a lelátóról ezt a dolgot. Van már saját szurkoló közönségünk, aki szeret minket. Nem tudom, hány Blasz egyes csapatnak van szurkolói oldala, aminek óriási a látogatottsága, maguktól írnak, az emberek tudósításokat csinálnak, tehát erre, erre építünk. És, és most ezt már van esze... elvámolni való is. Hogy igen, a... sok szép kupánk van egyébként, mert a nemzetközi tornákon, akár nyári kupákon is el szokott indulni a csapat, különféle korosztályos csapataink, de az egész egyesület az elmúlt három-négy évben egy nagyon nagy változáson esett át, és bekerültünk a tíz legnagyobb klub közé. Több mint 1400 tagunk van ma már a sport sportágak számát az előbb említettem, szerényen tesszük a dolgunkat. És De hát ez nagyobb... egy újra növekedés akár, hogy nézzük, majd meglátjuk, mi lesz Nagy a Gergő, azt nézzük, el. hogy ez a, ez a, fajta amatőrizmus, ez, 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 mit jelent a játékosok a részéről jelesült? Tehát mennyi edzés, mennyi juttatás, mennyi munka mellette a te esetedben, hogy néz ez ki? Az én esetemben nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy óriási lehetőséget kaptam nyártal, a hiszen az utánpótlásban, mint utánpótlás edző gyermekekkel foglalkozhatok. Úgy gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog a világon, gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok. Ö, profizmusra egy egyáltalán nem beszélhetünk nyilvánvaló, de hát hiszen a magyar negyed Osztályban vagyunk jelen pillanatban. Ö, azt kell látni, hogy azért a játékosok többsége az egyetemi elfoglaltság mellett csinálja a futballt. Elsősorban a futball szeretete érdekében, és hát ö, esténként edzünk heti három, illetve négy alkalommal, és hát a közös cél érdekében. A közös cél, amire már Gergő is utalt, mert hogy azért itt van ez a kupa győzelem, és itt van ez a trófea, de eközben a bajnoki szereplés is nagy öröm lehet a végén. Kiemelkedik ez a csapat, a pénzügyőr a mostani mezőnyből? Hát nagyon rajtunk vannak. Az Ikarusz mindent megtesz, hogy megkeserítse az életünket. Ugye a hétvégén volt egy nagyon fontos meccs, mindössze két pontra voltak tőlünk. Hazai pályán egy, egy igazi ünnepet varázsoltunk, régi pénzügyőrlegendák, legendák, és az utánpótláskorú labdarúgók szurkoltak nekünk, és sikerült győzni, úgyhogy most öt pont az előny. Van még hét forduló, hét döntő, azt a hét mérkőzést, ha hozzuk, ha megnyerjük, még egy picit lehet hibázni is, akkor teljesülhet az álmunk, meg lesz a bajnoki cím, meg lehet. És hát utána vár még ránk egy osztályozó az MB3-ba jutásért. Ez, ez a nagy vágyunk, hogy visszahelyezzük a pénzügyért a Magyarország futball térképére. Remélem, hogy sikerülni fog. Igen, ez egy nagy kérdés, mert ugye már most ö, sok klubnál ö, felvetődik, fogják-e bírni, vállalják-e az MB3-at, hogy töltik fel, mi lesz MB1-es csődbe menő, nehézségbe lévő klubokkal. A pénzügyőr, ö, ha a pályán kiharcolja, vállalni fogja az mb Vállalni emberek. fogjuk a 2015-16-os időszaknak a költségvetését, mi már ezzel a célra állítottuk össze. Nagyon sokat segít nálunk is a TAO, nagyon sokat segít az, hogy ez a klub valódi klub nálunk, komoly tagdíjakat fizetnek a sportolók, egészen nagy pénz jön össze a tagdíjakból, és hát van egy háttérintézmény, aki támogat minket. Mi ezt a bázist úgy raktuk össze, hogy a csapatnak ne legyen akadály, hogyha följutnak az NB3-ba, mi nem fogjuk a fejünket vakarni, hogy úristen, most bekerültünk az NB3-ba, jaj, most mi lesz, mi úgy kalkuláltunk, és reméljük ezt a csapat is meghálálja, hogy ők az MB3-ban is helyet tudjanak állni. Az MB3-ban is megmarad a szintiszta amatőrizmus? Megmaradna? Én azt gondolom, hogy az alap az ez maradna. Azt megnézzük, hogy milyen módon lehet a csapat tagjait és az eredményeket elismerni, arra fogunk figyelni, de a jellegét alapvetően nem fogjuk megváltoztatni a dolognak. Mi alapvetően ezen a konstrukción gondolkodtunk, és ebben fogjuk továbbvinni a csapatot. Ami nekem szenzációs ennél a csapatnál, az a gólkülönbség, ami szerintem a magyar rekordi de végig végignéztem az alacsonyabb osztályokat, vagy plusz 90 körüli gólkülönbséggel állni, ez egészen elképesztő. Ha mondom, hát az azt jelenti, hogy a pénzügyi szeret legjobban támadni. Nem? És védekezni is tudnak, mert három négy meccsenként kapnak egy gól, tehát a kapust nem nagyon foglalkoztatják, mert az előttelevők jól dolgoznak, de a csatárok azok egészen kegyetlenül mennek elől. Ez nagyon nagy öröm a vezetés számára is, meg a nézőknek, ami nagyon fontos. És hogyha már sikerülne oda kerülni, akkor az volna a cél, hogy hosszabb távon is stabilan egy csapat legyen? Vagy, vagy, már megy az álmodozás mondjuk egy ilyen kupagyőzelem után pesgőt bontva, hogy mi lenne egyszer arra az 1970-es évek szintjére visszakerülni? Hát mindenképpen elő, először meg kell, hogy erősödjünk az MB3-ba, hogyha ez, ez realizálódik, ez sikerül, és természetesen szövegetjük az álmainkat. Ugye a Budapest kupa győzelem és a Budapest kupa döntőbe való bejutás, az a magyar kupa főtáblára jutást is Uh, eredményezte, úgyhogy várjuk augusztus elején, hogy ki lesz az első ellenfelünk, és egy nagy vágyunk, hogy pasarétre hozzunk egy nagy csapatot, akár augusztus követő hónapokban valamikor. Mondjuk mindenki zöldve ér lenne a pályán, nem? Hatalmas közönség az ember. Gergő, ugye mindig, hogyha egy csapat jól szerepel és felkap a közvélemény a fejét, akkor utána nagy kérdés, hogy elkezdik-e csábítani a játékosokat. Mondjuk nyilván egy olyan futbalista, aki edzőként is a klubhoz kötődik, az, az könnyebb helyzetben van, hogy nemet mondja, hogy el akarják máshova hívni. De, de, általában hogy vannak a pénzügyőrös srácok, focisták ezzel? Én úgy gondolom, hogy azért mindenkinek lett volna, és lehetett volna lehetősége magasabb osztályban is megmérettetni magát, még akár nyáron is. Úgy gondolom, hogy egy olyan erős kohézió alakult ki a csapaton belül, és annyira komoly barátságuk szövődtek, hogy, hogy már ezt, ezeket az értékeket, ezeket előrébb helyezzük az esetleges magasabb szintű futballnál, és közös célként följutva remélhetőleg, sőt, fel kell jutnunk az MB3-ba akkor megmaradhat ez a csapat. Hát ö, gratulálok ehhez a trófehoz, és további jó munkát megharcot a klubépítéshez, meg a pályán is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Köszönjük, Köszönjük a lehetőséget.